úgy kéne hatékonyan végezni, hogy így emelkedjen és süllyedjen a mákas. Ezt nyilván szemmel ellenőrizzük, azért errefele fordítjuk a fejünket a befújás után, utána pedig 30 kompresszió és 2 befújás. Többek között ilyen újraélesztési és lélegeztetési gyakorlatokkal várták az érdeklődőket május 10-én, a mentősök napja alkalmából megszervezett nyílt napon a szekszárdi mentőállomás dolgozói. Sütkei Gábor fontosnak tartotta, hogy felelevenítse az újraélesztés alapjait. Számomra nagyon érdekes volt, meg hasznos is, mert soha nem tudni tényleg, hogy mit hoz a hónap. Lehet, hogy megyek hazafele, valaki összeesik az utcán, és nem tudni, hogy mikor kell. Fejl László elmondta, hasznos volt számára, hogy az élethű babán végzett gyakorlat segítségével kipróbálta, milyen az újraélesztés. Fontos az, hogy az embereknek ugye segítsünk, hogyha bajba kerülnek, tehát ugye míg ugye a mentők ugye kiérkeznek, tehát fontos az, hogy az alapszintű ellátást ugye biztosítsuk. Az esemény célja, hogy a megjelentek elsajátíthassák és gyakorolhassák az életmentés alapfogásait az ország mentőállomásain elérhető ingyenes hősképzéseken. Van lehetőség megtekinteni a mentőautóinkat belülről, a felszereléseket, amiket használunk, és hát nyilván ezen kívül hasznos praktikákat is tudunk adni, és adunk is nagyon szívesen, amiket hát így a mindennapi életben tudnak alkalmazni az érdeklődők, nyilván az elsősegélynyújtás területén, elsősorban egy újraélesztésre, légúti idegen testeltávolításra, sebellátásokra gondolok. Az elmúlt időszak a mentőket különösen nagy kihívás elé állította. Tavaly több mint 1,2 millió feladatot végzett a 8500 elhivatott dolgozó, 116 ezer koronavírusos beteget szállítottak kórházba, és több mint 1,3 millió járványügyi mintavételt szerveztek meg, illetve hajtottak végre. Az Országos Mentőszolgálat főigazgatója is köszöntötte a szakmában dolgozókat. Hősi helytállással megélve a koronavírus virágjárványt egy még erősebb bajtási közösséget alakítottunk ki. A munkavégzéshez és életmentéshez folyamatosan jobb és jobb feltételeket teremtünk önöknek. A Magyar Szervezet Életmentés 135. születésnapján, az Országos Mentőszolgálat alapításának 74. évfordulóján köszönetet mondok mind a 8500 bajtársamnak az elmúlt évben végzett áldozatos munkájáért. Tolna megyében 9 mentőállomás gondoskodik a lakosság gyors ellátásáról. Ők naponta mintegy 70-100 alkalommal vonulnak, hogy másokon segíthessenek.